Külön polcot kaptak az egyik nyíregyházi gyógyszertárban azok a szezonális termékek, amikre mindenkinek szüksége lehet nyáron. Ezeket nem csak otthon érdemes tartani, de fontos, hogy akár be, akár külföldi utazáshoz megfelelő úti patikát állítsunk össze. Ennek legfontosabb elemei azok a gyógyszerek, amelyeket folyamatosan szed az utazó. Legyen az vérnyomás csökkentő, allergia elleni gyógyszer, vagy például a cukorbetegeknek inzulin. Ezeket külföldön különösen nehéz lehet beszerezni, áruk pedig többszöröse az itthon megszokottnak. Ezek után jöhetnek a szezonális termékek. Mivel nyáról van szó, fontos, hogy a megfelelő fényvédelemről gondoskodjunk, hiszen nem csak a leégés jelenthet problémát, hanem a különböző szövődmények, különböző megbetegedések, amiket okozhat a túlzott napsugárzás, és itt ilyenkor a megelőzés az fontosabb, mint hogy később próbáljuk a problémát orvosolni. Fontos lehet, hogy külföldi utazásnál, amikor hasfogót vigyünk magunkkal, hiszen az új klíma, a különböző ételek hasmenéses megbetegedést okozhatnak. Itt érdemes a hagyományos széntablettát is magunkkal vinni, illetve loperamid tartalmú készítményeket. Az allergia és különböző csípések miatt jó, ha van a táskában antihisztamin, amivel a viszketést is lehet csillapítani. A paracetamol készítmények láz- és fájdalomcsillapításra hivatottak, és kíméletesek a gyomorral. Külön érdemes felkészülni a repülőutakra is. Ilyenkor érdemes lehet a házi orvossal konzultálni, hiszen egy hosszabb repülőútnál az ilyen trombózis kialakulása az megemelkedhet. Tehát, hogyha valaki hajlamos, akár megelőzésképpen ilyen kismorsúlyú heparint injekcióba be lehet adni, ez különösen tényleg a több órás útnál lehet érdekes, illetve valamilyen egyéb vérhigítóval meg lehet próbálni orvosolni a folyamatos ülés által kiváltott rizikót. Ügyeljünk arra, hogy úti patikánk minél szárazabb, hűvösebb, fénytől védett és gyermekektől jól elzárt helyen legyen. És ne hanyagoljuk el a betegség és baleset biztosítás sem, amely komoly segítséget nyújthat nagyobb baj esetén.